Sziasztok! Itt vagyunk a Rubik's Group Hotelnél a backstage-ben. Kárpát és az Európika zenekar két tagjával, Piros Beával. Köszönöm szépen, hogy lejöttünk egy kicsit beszélgetni. Hát egy fantasztikus koncerten vagyunk túl. Ti hogy éreztétek magatokat? Mindenjegyül. Igen, ez már a második esztergomi koncertetek volt. Igen, ez mindig egy hálás helyszín. Mindig sokan vannak és jó hangulat. Hát köszönhető itt a szép helyszínnek is, gondolom. Igen, azért ugye csak a Bazilika törében játszottak, hogyha úgy veszük azért, ahogy olyan is fogalmazott a koncerten, pár száz méterre attól a helytől, ahol Isten kérjék megkoronázták. Milyen érzés ez? Ennek megvan a bája, én azt gondolom, hogy mindenkiben ez így előjön ilyenkor, aztán ez egy ilyen plusz mindenképpen. Ugye idén nem készült Kárpátia sorlemez, hanem helyette egy nagyon különleges ajándékkal letétek a rajongókat, szerintem mondhatjuk így is, de készült egy lemez Európika néven. Ennek az ötletnek a megszületéséről, meg a kivitelezésről kicsit meséltek. Hát ez egy már régi ötletem volt már Janinak, már mint a Petlás Jánosnak az együttes vezetőnek, hogy jó lenne lefordítani egy olyan nyelvre, hogy más nemzetek is értsék a magyar történelmet, a trianoni problémákat, az értékeinket, a hazaszeretetünket, amiről ugye szólnak a dalok, és inspirálódjanak tőle, és sok más országban is szerencsére vannak kárpáti rajongók, és nekik is azért, mert hogy jól esett volna, ha tényleg mindent értenének, hogy miről szól, holott tényleg úgy beleolvasták magukat az egész magyar történelembe, de most úgy nagyon sokan örültek külföldön is, hogy hallhatják, és így szerintem még jobban terjednek ezek a szép gondolatok. Igaz. Milyen szempont alapján válogatottatok ki ezt a 10 dalt? Miért pont ez a 10? Érdekes, nem mindegyik dal volt ugye annyira alkalmas, ezért ez érdekes kérdés, mert ami nagyon-nagyon speciálisan egy bizonyos témáról szólt, ami csak ugye csak Magyarország kizárólag problémának foghat föl, mint például Erdély elszakadása például, ami tényleg egy nagyon fontos téma nekünk, viszont más országok nem érezhetik annyira sajátosnak, és ezáltal talán náluk nem tudtunk volna annyira ilyen patrióta, illetve hazia szereteti érzelmeket kifejteni, hogyha azt a dalt választjuk, hogy például Erdély szabad, hanem akkor próbáltunk általánosabbakat választani, mint például a patrióta, ami tényleg minden nemzetre odaillik, illetve mindenki a sajátjának érezheti. És milyen szempontok alapján választottak az énekeseket? Ugye azért az nagyon nagy dolog, hogy az Exile-on még az énekes, az Judas Priest énekes, a Primal Fear énekese, a Horetnica énekese, tehát azért Igen, hangszínek alapján is persze, meg hát azt is meg kellett nézni, hogy ki szeretné talán bevállalni, nyilván aki úgy kicsit szimpatizál talán ezekkel a gondolatokkal, és a Team Ripper Owens-el kezdtük, mert Zsolti a szólógitárosunk, ugye ő már játszott vele egy turnét itt Európán belül, és onnan volt az ismerettség, és akkor ő mindjárt be is vállalta, nagyon tetszett neki az első szám, és akkor már ő bevállalta, már a Blaze Bale is bevállalta, és akkor ugye egyre többen lettek. De egyébként lesz folytatása, ez most kérdezted, hogy miért pont ez a 10 szám, de készül már a gondolatban, hogy melyik plusz 10 lesz a következő lemezen is. Hát még azért van nőbe vállalatni szerencsém, mert van 14 vagy lesz, vagy olyan számot. Nagyon sok, igen. És azért ugye 160 dal. És készül az új Kárpátia lemez is. Ugye hát, ha most augusztus 20-án nyilván nem fog megjelenni, mikor van várható szerintem? Egyébként pont pár nap múlva fogunk stúdiózni, úgyhogy alakul a dolog, már egy dal már készen van. Hát ahogy elkészül jövőre, mindenképpen megjelenik. Hát idén már valószínűleg nem fér bele, de jövőre mindenképpen. Viszont most szeptemberben már két dal fel fog kerülni a YouTube-ra. Egy kis ütelítő lesz. Akik panaszkodtak most, hogy miért nem készültek új magyar nyelvet, akkor ők is kapnak. Persze. Lesz esetleg valami változás, tehát hogy frissül a kárpáti zenei világa, vagy pedig megmaradtok azon az úton, amit eddig kiköveztetek magatoknak?
Nem, azt gondolom, mindig friss, egy picit, mindig újabb-újabb dolgokat próbálunk beletenni. Persze megmaradt kárpátiás dallamokban, de attól persze próbálunk fejlődni. Igen, azért ugye az utóbbi lemezeket megtekintve gondolom folyamatos fejlődés észlelhető szintén hangzásban, szintén hangszerelésben. Nyilván jöttek bele új metálosabb dalok is, népies dalok, szóval egyre változatosabb lesz az egész. Melyik a kedvenc kárpátia lemezetek? Van ilyen, ami különösen közel áll a szívetekhez? Nekem az idők szava, mert azon játszottam legelőször. Hát nekem most az Europica, mert szerintem az első lemez, ami hogy hangzásban olyan, hogy fú, tökéletes. Mm. És ezt még a Soproni stúdióban is vettük föl, ott a Schmidt cégnél. Szóval egy nagyon-nagyon profi stúdióban lett megszerkesztve, és tényleg nagyon sok munka volt vele. Biztos az is hozzátett, hogy már egyszer megvoltak a dalok, és akkor most már ezek az olyan dalok, az már plusz hozzá lehetett valami tenni, és akkor nyilván hangzásban, hangszerelésben, egy kis keverésben, na szóval, abban lehetett még hozzátenni. Ugye a dalok nem csak újra fel lettek játszani, azért valami alakult is. Mm-hmm. Ugye például ugye a Tarts Szárzon a puskaport kezdése is megváltozott, kicsit úgy ott a gitár helyett előkerültek a népi hangszerek inkább. Kinek az ötlete nyomán alakultak a dalok? Szerintem túl nagy változás volt, nem történt. Hát egy kicsit csak egy nüansszítod, csak egy picit más, de sokkal kevesebb. Kicsit megpróbálunk változtatni, és akkor azt mondjuk, hogy jól szól, akkor persze legyen. De tényleg ezek ilyen nagyon minimális változások. Amúgy meg még a kis Zoli is nagyon sokat hozzátett, ugye az Iron majdnemben énekel, ugye az a Maidennek a tribute bandája, de amúgy tényleg nagyon színvonalasan, meg jól csinálják ezt a tributet, és szóval fantasztikus zenészek vannak, és ő vokálozott a CD-n is, meg először ő énekelhette föl az egészet angolul, minden demo verzió, szóval az ő hangjával küldtük ki az énekeseknek, mert Jani nem szeretett volna angolul énekelni, mivel akkor tényleg fonetikusan kellett volna megtanulni, hogy miért nem beszél angolul. És tényleg Izzalinak sok ötlete volt, például a melyik dal is volt az? Na, a kivéreztetett, ugye ami angol néven lett a Silently, ott az ő ötlete volt, hogy még ráénekel egy tercet, és akkor mondtuk, ez nagyon jó, igen. Tudsz így spontán éneket? Igen, akkor még énekelsz egy hintet? Persze. Akkor még egy oktávot is, és akkor nagyra több lett a hangszerelés, akkor már észrevettük, hogy például a cselló kíséret is alig hallatszik. Ja, hát ezt sokkal följebb kell venni. És akkor most annyira dús lett például abban a dalban a hangszerelés, hogy teljesen megváltozott, és úgy tök jó lett, szóval mindig így képzeltem volna amúgy el egy kárpátia dalt, hogy ilyen dús legyen. Ja, nagyon jó volt. Ja, Janival, amikor beszéltem múlt héten, ő azt mondta, hogy nem tervezitek színpadra vinni az Europicát, ez csak lemezes projekt. Ha mondjuk esetleg egyszer megvalósulna egy koncert, mert azt mondja, hogy nyilván nem zár ki semmit, melyik lenne az a dal, amit úgy tényleg azt mondja, igen, ezt tényleg elő lehet adni úgy élőben, hogy az tényleg az lenne az alfa és a omega? Szerintem bármelyik, amelyik arra a lemezre felkerül, hogy nincs ilyen, mert annyira különleges, annyira sokszínű, hogy bármelyik megállná a helyét. Igen, igen. Hát igen, nekem is, hát nem is tudom, talán az egyik legkedvencem ugye a Patrióta, meg hát talán a Puskaport, szóval mindenféleképpen valamilyen zúzósat választanék, igen. Hol kedvenc kárpát az autók amúgy? Igen, nagyon sok. Na tényleg, nagyon sok. A mozgó küldött, vagy ma kérte Jani tőlünk, hogy legyen műsorváltozás, és akkor mindenki küldje már el e-mailben neki a kedvenc dalát, hogy majd ő is akkor összeszedje, hogy mi legyen a változás. És egyszerűen dönteni, hát baromi nehéz, annyira ügyesen összeszedje a gondolatait a dalokat, hogy én nagyon nehezen tudok választani, mert én nekem a kárpátia az egy szerelem, tehát minden dal. Ez úgy le is van a színpad. Lehet. Abszolút le. Még az én kedvencem volt más, tehát volt akkor megyek, én teljesen elégedettem. Amúgy igen, az egy nagy kedvenc. Igen, az biztos akkor megyek, meg még az erdészabad, azt is nagyon imádom.
Ó, van azért egy jó pár. Én össze tudnék... Igen, nehéz, de azért össze tudnék válogatni egy ilyen 20 kedvencet. Lehet, hogy egyszer lesz a saját kárpáti válogatás. Ja, válogatás. Mi az, amit még mondjuk nem értetek el a Kárpátia, vagy az Európikával, és még úgy bakancs listán van, és azt mondja, hogy ez kellene ahhoz, hogy tényleg elégedettek legyetek, van ilyen? Aha, én sokkal több bokált tennék, mindenféleképpen. Nehéz, mert hát igen, na, azt nagyon, akkor nagyon sokat kéne próbálni, meg igen. Azért még hangszerelésben szerintem még hozzá lehetne tenni, meg bokálban. Anélkül, hogy persze elveszíteni ezt az egyszerűségét és ezt a népszerűségét, még úgy színesíteni lehet szerintem mindenféleképpen. De szerintem nagyon jó úton vagyunk. Egyébként az jó, mert ritkán az ő elégedettséget. Igazából annyira bőven megválaszoltatok mindent, nem is nem tudom, mit kérdezzek még, de van egy ilyen standard kérdésünk a végén, üzentek valamit a nézőknek. Mit szoktak a legérdekesebb dolgok születni? Hát én igazából sose üzentem így nekik, de én nagyon köszönöm azt, hogy vannak, hogy ilyen sok-sok pozitív visszajelzésünk érkezik, és tényleg én annyira hálás vagyok, hogy itt lettek a Kárpátiában, és ez annak is köszönhető, sőt, hát annak köszönhető, hogy van közönségünk, és ilyen közönségünk van, mert ez tényleg egy életre szóló élmény. És különleges közönség, mert tényleg szeretnek minket, nem csak zeneileg, hanem személyesen is, hoznak ajándékokat, követik az életünket, szóval fantasztikus. Pont múltkor beszélgettünk erről, hogy végül is mi különbözteti meg a gyakorlót a zenésztől, és tényleg egyetlen egy a közönség. Van vagy nincs, és a közönség szerintem nem tudja mindig felmérni, hogy neki mekkora funkciója van, mekkora életmegváltoztató funkciója, mert hiába vagyok a világ legjobb zenésze, nem jön el rám senki. És ő ott van, és ott áll az első sorban, és hajlandó eljönni a koncertre, és kifizeti a jegyet, és ezáltal tudok zenész lenni. Szóval tényleg ehhez tudok csak csatlakozni, hogy köszönjük szépen. Igen, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen az interjút. Mi is. Thank you.